Sok szeretettel köszöntök mindenkit, most hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait. Miért teszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Eddig szól a mai evangéliumi történet, amelyben egy meghívás történetet hallhatunk, Máténak a meghívását, hogy hogyan is lesz ő Jézusnak a tanítványa. És ennek kapcsán nagyon fontos azt megérteni, hogy a vámosok a zsidó társadalomban az egyik leglenézettebb embercsoportok közé tartoztak, hiszen úgy tekintettek rájuk a zsidók, mint aki elárulta a saját népét és a rómaiaknak szedett adót. És ezért biztos, hogy Máté, amikor elment az utcákon vagy éppen a piacon, akkor az emberek mindig sutyorogtak körülötte és nagyon éles tekintettel nézhettek rá. És pont ezért különleges, amikor Jézus lép oda Mátéhoz és rátekint, akkor bizonyára megjelent Jézus tekintetében egyfajta együttérzés, egyfajta elfogadás, és nem azt nézte, hogy milyen foglalkozást választott Máté, milyen életutat választott, hanem egyszerűen csak értékesnek tekintette azt a szemét, akit Isten teremtett meg. Valószínűleg ezt tükröződhetett Jézusnak a tekintetéből, ez a szeretet jelent meg, és ezért elég volt egyetlen egy mondat, amikor azt mondta Jézus, hogy kövess engem, és Máté, amikor látta Jézus tekintetében ezt az elfogadást, akkor azonnal elkezdte követni. Nem kellett hosszú beszédeket tartani, nem kellett győzködni Mátét, hanem egyetlen egy pillantás elég volt, hogy Jézusnak a tanítványává váljon. És utána Jézus ezt a változást meg is akarta pecsételni, és ezért, amikor Máté meghívta őt egy vendégségbe, akkor Jézus a tanítványaival együtt elment. És hát Máté nyilván a régi barátait hívta meg, akik vámos és bűnös emberek voltak, és akikkel azt gondolhatnánk, hogy Jézusnak nem kellett volna együtt tétkeznie, személyre vetik ezt a farizeusok ebben a történetben. Viszont Jézus az nem a bűnök alapján ítélte meg az embereket, nem azt nézte, hogy ki hány és milyen bűnt követett el, hanem mindig az embereknek a személyét nézte, és azt tekintette egy alapvető értéknek. És ezért ő a vámosokkal és a bűnösökkel is leült egy asztalhoz, hiszen meg is fogalmazza, hogy az ő küldetése valójában az volt, hogy hívja a bűnösöket, megtérésre hívja, és hogy megmutassa nekik Istennek a szeretetét.